Most jelenleg a Magyar Vöröskeresztnek a Tűcérna Szeretet nevű varrodájában vagyunk. 2008-ban indult a varroda, főként klasszikus varrodai tevékenységekkel, már a kibővült több tevékenységi körrel, mint például a textilnyomtatás, hímzés, illetve kerámia és lézergravír. Vagyis törölközőt hímeznek, tehát a törölközőnél van egy jelölő, felnyomják rá a keretet, amivel bekerül a hímzőgépbe. Ennyi? Minden nincs benne. Nincs így benne? Így. Így a tenyereddel. Ja. A Forájen projekt két célterületén élő embereknek, a Tetemváron és a Bábonyi Pércen élő hölgyeknek, uraknak, akik szeretnének előrébb jutni és a munkaerőpiacon elhelyezkedni, egy pályaorientáció keretében bemutatunk olyan szakmákat, amik lehetőséget jelenthetnek számukra a továbblépésre. Miskolcon lakom. A lányommal jelenleg munkanélküli vagyok, mivel nagyon nehéz most elhelyezkedni, dolgozni, mivel hogy ugye egyedül nevelem a lányom. Akárhány helyet próbáltam, mindenhol elutasítottak, mivel azt mondták, hogy nem vagyok rugalmas, mivel hogy iskolai időben tudom, csak hétvégén nem tudok járni, hajnalban nem tudok járni. A Vöröskereszt társadalmi vállalkozásként működteti ezt a varrodáját, és ebben a varrodában lehetőséget ad megváltozott munkaképességű embereknek is, és hátrányos helyzetben élő embereknek is, hogy elhelyezkedjenek és varrónőként tevékenykedjenek. Megpróbáljuk megmutatni a városnak az elmaradottabb térségeiben élő embereknek azt, hogy milyen munkalehetőségek vannak a munkaerőpiacon, illetve hogy milyen karrierpályák közül választhatnak. Hát nem tudom, hogy kell-e hozzá papír, az nekem nincs. Ilyen iskolát nem végeztem, sőt gyors talpalót sem. Hát nem tudom, de szerintem kézügyesség az fontos. Meg hogy gyorsan tanuljon az ember. Próbálják magukat, megnézik, hogy ez a szakma esetleg a jövőben jelenthet-e számukra egy utat, egy életutat. Az, hogy milyen fizetés lehet szerezni, fejlődik, hiszen azért azt tudni kell, hogy a varroda bebizonyította azt, hogy meg tud állni úgymond a saját lábán, meg hát nyilván ehhez kell ez a szervezeti háttér is, hogy ez fent tudjon maradni. Én azt mondanám, hogy azért az átlag keresetet hozza. Kipróbáltam magam ebben is, soha nem ültem még varrógép előtt, de tetszik. Szóval örülnék neki, hogyha ebből lehetne valami. Szívesen csinálnám.